Amikor Norvégia külügyminisztere jár Magyarországon, akkor egy gyakorlatilag az Európai Unióba integrálódott nem EU tag ország külügyminiszterét üdvözölhetjük, hiszen Norvégia együttműködése az Európai Unióval rendkívül szoros, stratégiai jelentőségű, hiszen Norvégia ugye, tagja az európai gazdasági térségnek, ráadásul az európai energiabiztonság egyik fő szereplőjéről, egyik fő garantálójáról beszélünk. Éppen ezért nem győztük hangsúlyozni a mai találkozón, hogy mind Norvégia, mind Magyarország számára rendkívül fontos az Európai Unió egységének fenntartása. Magyarország számára azért, mert az Európai Unió tagjai vagyunk, és politikai és gazdasági érdekünk is, hogy az Európai Unió egységes és erős maradjon, és nyilván fontos mindez Norvégia számára is, amely pedig rendkívül szoros gazdasági és politikai együttműködésben van az Európai Unióval. És ugyanígy mindkettőnk számára rendkívül fontos a Schengeni övezet fenntartása. Magyarország számára kritikus fontosságú, hogy a Schengeni övezet változatlan formában túlélje az Európai Unió térő rendkívül súlyos kihívásokat. Mi úgy látjuk, a magyar kormány úgy látja, hogy mindezeket a célokat veszélyezteti néhány brüsszeli intézményi politika, és elsősorban a brüsszeli európai intézmények, a brüsszeli európai uniós intézmények bevándorlási politikája az, amely rendkívüli módon veszélyezteti az Európai Uniós egység és a Schengeni övezet fennmaradását.